Sziasztok, Kömkel vagyok. Sokat vagyok jelen a Facebookon, különböző építkezős csoportokban, a sajátomon kívül. Itt osztogatom a tanácsaimat, olykor kéretlenül is. Nehezen veszi be a gyomrom, ha olyan tanácsokat olvasok, vagy olyan képeket látok berakva, amiknél a gyártói előírásnak híre hangva sincsen, vagy réges elavult módszer szerint csinálnak meg valamit. A legszomorúbb, ha ezt még egy szakember is teszi, legalábbis ő annak tartja magát. Hogy mire gondolok? Konkretizáljunk egy tipikus példával. Az Itong mindenki számára ismerős. Nagyon sokan használják felújításnál is, ahol például csak egy szobát kell elválasztani. Ezzel el is érkeztünk az első problémához. Az Itong válaszfal elemek 60 cm hosszúak, 20 cm magasak, rendkívül sérülékenyek és nagyon hamar törnek. Ebből fakadóan csak olyan ajzatról indítható a felazat, ami kellően szilárd és stabil. Egy korábbi nagy szobában például az ajzatbeton alatt van hőszigetelés, ami bár lépésálló, de nem jelenti azt, hogy elbír egy vonalmenti terhelést, amit a válasz faladna. Akkor sem, ha ez itongból van, hiába él ez a téfit így a köznép nyelvben. Az itong az alatta lévő ajzat alakváltozása révén meg fog mozzanni, elreped, megjelennek a hajszárapedések rajta. Problémát fokozza, hogy a kivitelezők 90%-a sosem rak bele lágyva két soronként, hiába a gyártói ajánlás. Ez egy sima kötöződrót lenne egyébként, amit bele kellene fektetni a falazóhabacsba, mégis elmarad. De ha már a falazóhabacsnál tartunk, a csemperagasztó nem jó arra, hogy az legyen a kötőanyag az itongelemek között. Magyarul nem lehet ebből falazni. Hogy miért? Mert nem erre van kitalálva. Egy mosdópultot vagy egy tére határoló pengefalat össze lehet belőle rakni, de falat azt nem szabad, illetve nem szabadna. Az sem megfelelő, ha nem itongáthidalók vannak beépítve, hanem kerámiáthidalók. Igen, tudom, négyszer annyiba kerülnek az itong áthidalók, de akkor is ez van előírva. Ugyanis a kerámia és az itong az kettő eltérő anyag, ennek eltérő hőtágulása, teherbírása van, ezek garantálják azt, hogy hajszárepedések lesznek ott állandóan. De ezekre lesz majd külön itongos videó, ez a videó most nem erről szól konkrétan. De nézzünk egy másik tipikus példát, amikor az álmenyezetnél azt látom, hogy 60-80 centinként vannak a profilok, holott 40 cm-enként kellene. Aztán amikor leszakad az egész, akkor megy a pistogás. Pedig csak annyi lenne, hogy a gipszkartonnak van egy maximális szakító szilátsága, ami leegyszerűsítve azt jelenti, hogy kell bizonyos csavarmennyiség, hogy ne szakadjon le, valamint a tartók felfüggesztésénél is van egy teherbírási maximum pontonként. Tehát minél ritkábban van ez, annál jobban ki van maximalizálva. Ezeket egy okos kivitelező vagy építető ritkábra veszi, hogy spóroljon egy kicsit. A következmény az tudható, illetve sok helyen látható. Szóval, ha nem tartjuk be a gyártói előírásokat és ajánlásokat, akkor ne várjuk el azt, hogy hozni fogja azokat az értékeket, amiket a katalógusban látunk. Van erről egy régi vicc. Józsi bácsi gazdagéknál kertészkedik, a háziasszony megkínálja egy épp akkor elkészült süteménnyel. Elfogadja, rettentően ízlik neki elkéri ezért a receptet, hazaviszi. Otthon odadja a asszonykának, süssön már belőle egy adagot a vasárnapi ebéd mellé, kóstolják meg ők is. Az asszony elmegy a recepttel bevásárolni a boltba. Vaj, hú, az nagyon drága, jó lesz helyette a margarin is. Finom liszt? Á, van otthon rétes liszt, nem meszek emiatt másikat. Porcukor? a fenéket, kell a töltelékbe, úgyis kristálycukor, tésztába is jó lesz az. Megsüti a recept alapján, kiveszi a sütőből, megkóstolja és undorodva köpi ki. Nem értem, mit tesznek ezen a gazdagok. Kicsit kell csak tehát változtatni a recepten, és már is megváltozik a végeredmény. Természetesen előfordulhat, hogy a módosítás miatt előnyére változik a termék, vagy nem lesz változás, de azért ne gondoljuk már azt, hogy egy tipikus magyar építőpérő vállalkozó szarja a spanyol viaszt. A másik probléma az, Hogyha eltérünk a gyári receptől, akkor mi alapján történik az elszámolás? Mi történik, ha a munkát más folytatja valami jogból, aki viszont joggal fog ragaszkodni a gyári előírásokhoz? A lelépett, kirúgott szaki kifizeti utólag a visszabontást, a fenéket, hiszen jól van az úgy, szerinte. Ha tíz év múlva valaki átalakítást végez majd, joggal feltételezi, hogy az előző áttalakítás vagy építés, szabályoknak megfelelően készült. Vegyük például a villanyszerelést, ahol kapcsolótól függőlegesen vagy viszintesen mennek tovább a csövek a falba, nem pedig 45 fokba össze-vissza. Joggal lehet feltételezni, hogy ha valaki lyukat akar fúrni a falba, felakasztani egy képet, akkor ez alapján be tudja tájolni, hogy merre nem kellene fúrni. Egyáltalán nem vicces az, amikor belefúrnak a vezetékbe, a fúró pedig feltekeri és kitépi a falban lévő tyúkbeleket. Mindenre úgy kapsz gyártói garanciát, ha betartod, amit előírnak. Tetőcserépre akkor érvényes a 30 év garancia, ha a tető megfelelően készül el. Van előírt méretű ellenléc, megfelelő tetőfólia, megfelelő lejtéshez, cseppentőlemez, stb. 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 Rohadtul nem érdekel, hogy az ács 40 éve hogy csinálta, és azóta sem volt hajlandó kezébe venni egy bramak kézi könyvet például, mert ő tudja a frankót. A fenéket tudja. Tíz év alatt elképesztő módon fejlődött a technológia az építőiparban is, számtalan új anyag és új megoldás szivárgott be a családi házak szintjére. Ezeket jó lenne, ha tudná, ismerné az építőiparban dolgozó, magát kivitelező szakembereknek tartók jó része is, de a gyártók által sokszor ingyen, néha pénzért kínált továbbképzések nem tartoznak a kedvenc programjaik közé. Amikor aztán vita van, és az építető részéről megjelenik előbb-utóbb egy komolyabb, független szakember, akkor ő joggal várhatja el azt, hogy az előírások szerint legyen az anyagfelhasználás és a kivitelezés. Miért? Mert az előírások szerinti megoldásokra van gyártói garancia, az bevizsgált és kipróbált módszer. A kreszben sem teheted meg, hogy egyedileg értelmezed az 50-es sevésség határt lakott területen belül, mert a rendőrnek is magyarázhatod az egyéni álláspontodat. Kapod a csekket, meggyűlnek a büntetőpontjaid. Nem a végzettség teszi a szakembereket azzá, amik. Pláne igaz ez az építőiparra, ahol konkrétan nulla végzettséggel is lehet építőipari céged, és játszhatod el a kőkemény kivitelezőt. De akkor legalább képezd magad, kérdezd meg a gyártók üzletkötőit, igyekez mindent az előírások szerint csinálni. Van, amire igaz, hogy hülyeség a gyári előírás. Mutatok ilyenre is példát a későbbi videókban, de teljesen logikusan le fogom vezetni, és le tudom vezetni, hogy miért is jobb egy másik módszer. Nem elég az, hogy csak jól van az úgy, vagy én 20 éve így csinálom. Indul egy videósorozatom, jól van az úgy címmel, ahol ezek a megoldások kerülnek bemutatásra, magyarázattal és a helyes megoldással illusztrálva. Ez a mostani videó ennek a sorozatnak a beharangozója előszava. Mielőtt nekem ugrik az összes kivitelező, ez a mentalitás az építetők oldalán ugyanúgy jelen van, sőt, néha fokozottabban. Ők is pellengére lesznek állítva ugyanúgy. A célom nem az, hogy ellenségeket gyűjtsek a meglévők mellé, hanem van bennem egy hülye küldetés tudat, hogy talán valamelyest jobbá tudom tenni az építőipart. Most sok építőiparban dolgozó kollégám röhögött föl, de hát Istenem, mindenkinek kell valami káros szenvedély, ami öl, butit és nyomorba dönt. Ha tetszett a videó, a továbbiakért iratkozz fel a csatornára, kövess be Instán, vagy értelmes tanácsokért csatlakozz a Facebook csoporthoz. Sziasztok!